Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Nos, a cím azért elég clickbaitesre sikeredett, és biztos vagyok benne, hogy már a COD fanboyok és a BF fanboyok itt is vannak, hogy épp egy lájkot vagy dislike-ot nyomjanak erre a videóra, és meginduljon a masszív csata arról, hogy melyik a játék jobb valójában. Hát most arra, hogy őszinte legyek, kicsit úgy érzem a COD-ot és a Battlefield csatáját ebben az egészben, mint amikor két öreg nagypapa elmegy csajozni a 20 éves csajok közé, és versenyre akarnak kelni a 20 éves pasikkal, és természetesen ez nem fog működni. Tehát egy kicsit olyan, hogy van a Battlefield meg a COD, a 90 éves taták, és mondjuk van egy olyan játék, mint a Rainbow Six Siege. És természetesen a Rainbow Six is kenterbe veri mind a kettőt minőségben. Na, és most aztán persze jönnek a... Ide találnak Rainbow Six Siege, nagy fanok is nyomnak egy lájkot a videóra, és a Battlefield meg a COD fanok fognak egy dislike-ot nyomni erre a videóra. Na de, nem csak ezért vagyok itt, és a címet direkt adtam ide, persze benne van egy kis clickbait is, mert hát YouTube-on meg kell élni valamiből. De direkt adtam ezt a címet, és igazából azért, mert hogy... Ugye a legutóbbi hírek arról szólnak, hogy a Call of Duty, a legújabb Call of Duty Black Ops 4 előrendelései jobban mennek, mint a Battlefield 5 előrendelései, és ez ugye Battlefield 4 óta nagy szó a Call of Duty-nál, hogy őszinte legyek, miközben a Battlefield 5 hatalmas ilyen csata vihar közepébe került. És biztosan képbe vagytok azért, hogy nagyjából miről szól itt a dolognak a lényege, hogy miért, mi történik a Battlefield körül, ugye, és szeretnénk megvilágítani egy nézőpontot, amire úgy gondolom, hogy nem nagyon akarnak figyelni az emberek, mivel hogy könnyebb és egyszerűbb bizonyos más dolgokra kenni a dolgokat. Na most ugye, tudjuk ugye, hogy a Battlefield 5-ben lesznek nők, és... az igazság az, hogy ezzel semmi baj nincs, természetesen egyes csoportok felszólaltak arra, hogy ez történelmileg nem hiteles. Na most hiteles is, meg nem is, ugyanis ugye voltak nők a világháborúban, nem feltétlenül láttak el egy olyan szerepet, mint amilyet láthatunk ebben a játékban. Szóval hiteles is, meg nem is. Viszont ugye, hogy már félig robot az a nő, ugye, a műkarjával, vagy akármivel, az is kiverte valakiknél a biztosítékot, és az, hogy valakiknél kiverte a biztosítékot, az, hogy nők vannak ebben a játékban, kiverte a Social Justice Warrior-eknál is a biztosítékot, hogy ez miért verte ki a biztosítékot azoknál, akiknél kiverte a biztosítékot. Értitek már? És össze-vissza verődnek a biztosítékok, és a Battlefield 5 ennek az egész szarnak a közepébe került. És természetesen ez rá is vetette a bélyegét, egy bizonyos szempontból már a játék megítélésére, mert sajnos a 21. században ott tartunk, hogy idióta csoportok felszólalnak idióta érvekkel bizonyos játékok ellen, ha már a gamer világnál vagyunk, aminek semmi köze nem kéne legyen a játékhoz, és emiatt a játék rossz megítélésbe kerül. Ugye ez megtörtént így most így a Battlefield körül, és ebbe tényleg nagyobb videósok mentek bele egy csatákba egymással, hogy olyan ilyen ostobaság fölött, hogy feminista, vagy nem feminista, vagy fagyül, vagy nem fagyül ez a játék, és a többi, és mi hiteles, mi ne, ilyen ostoba beszélgetéseken mennek keresztül. Miközben hozzá kell tenni azt az EA által felhánytorgott flagmaságot is, ahogyan kezelik ezt a szituációt, hogy őszinte legyek. Ugye nem egy, volt nekik egy posztjuk konkrétan, ugye azzal a címmel, hogyha nem tetszik, hogy nők vannak a játékban, akkor ne vedd meg a játékot. Tehát ilyet, egy ilyen méretű cég, aki 10.000 plusz alkalmazottal bír, várj, csak valami 10.000 plusszal az a Ubisoft, mert az EA az dupla ennyivel bír, alkalmazottal bír, világszinten működő cég egy ilyen cikket kirakjon a legjobban befolyó játékukról, nagyon nagy ostoba dolog. A következő dolog, amiről úgy gondolom, hogy alapvetően még valahol el lett szúrva a Battlefield 5,
sok tényezőbe fogok belemenni, és már bocs, hogy kód gameplayt hozok, de megvan az oka. Az igazság az, hogy rohadtul nem élveztem az alfát, de erre rá fogunk térni, legalábbis a második alfát nem élveztem. És mi rá fogok térni, hogy miért. Úgyhogy jobban élveztem a Call of Duty-t ebből a szempontból, hogy bocs, de Call of Duty-t fogtok látni, mert arról is fogunk beszélni azért egy kicsit, természetesen. Szóval, hol tartottam? Ja igen, szóval ugye ez így elég flagman mutatkozott be a játékból ebből a szempontból, és kioszták az első trailert. Emlékeztek? Ez mindenki lehúzta. Kb. Úgy lehúzták az emberek, mint anno az Infinite Warfare-t a Call of Duty-ban. Szóval azért, mert egy szimpla ösztön miatt, hogy benne van az embereknek, hogyha találkozunk egy másik emberrel, akit eddig nem ismertünk, 10 másodperc. Ennyi kell, hogy ítéletet hozzunk róla, hogy mi kedvelni fogjuk ezt az embert, vagy nem fogjuk kedvelni ezt az embert. Ez igazából így megy a játékoknál is. Lehozták a legszörnyűbb trailert, amit egy Battlefieldről le lehetett volna hozni, és az emberek már is kiakadtak rajta. Természetesen az egyik kiakadás az, hogy megtartották a világháborús érát, mindegy, hogy első vagy második, és annak nem korhű megjelenítését, egy kicsit lelassult csatát, hanem valami nagyon durva ide-oda robbanos valamit, aminek köze nem kéne, hogy lejjen a második világháború sem, vagy hát Isten se tudja, mert nem harcoltam ott. De lényegtelen, attól függetlenül ott voltam az alfában, és játszottam bele. És hogy őszinte legyek, oké volt a játék, de az úgy gondolom, hogy az igazi probléma még mindig nem itt van. Szóval még mindig nem ott van, hogy az EA valahol a marketingjét a legerősebb játékuknak, az egyik legerősebb játékuknak teljes mértékben elszúrta, vagy direkt, vagy véletlen, nem tudom. És még mindig nem az a baj a játéknak, hogy a különböző csoportok idióta érveikkel próbálják egymást és a játékot aláásni. Még mindig nem a probléma. A probléma ott van, hogy most már ez a játék is konkrétan évről évre jelenik meg. Majdhogy nem az az érzetünk, mert kb. 2 évente jön ki, de majdhogy nem az az érzetünk, hogy évről évre jelenik meg ez a játék. És higgyetek el, ez egy ilyen jövőjóslat, amit szeretnék mondani, hogy a Battlefield jelen pillanatban ott tart, ahol pár évvel ezelőtt a Modern Warfare 3. Modern Warfare 3 volt a Call of Duty-nak a halálos lépése. És emlékeztek, csináltam volt kb. 2016-ban egy videót arról, hogyha a következő Battlefieldet nem üti nyélbe a DICE és az EA, akkor a Battlefieldnek, mint sorozatnak ugyanarra sorsa fog jutni, mint a Call of Duty. Aki emlékszik erre a videóra. És őszinte leszek veletek, ez a Battlefield korrekt lesz. Meg fogja érni a pénzét, a gameplay-en semmi különösebb baj nincs, de már késő. Mert elindult a lejtőn. Ez a Battlefield 5 hozhatnak be akármilyen Battlefieldet ezentúl. Modern, jövőbéli, Bad Company 3, 2142 folytatását, 2143-mal, akármit behozhatnak. Hogy is mondjam, már túl késő. Elindult a játék azon a lejtőn, amint anno a Call of Duty. A Modern Warfare 3-nak nem Modern Warfare 3 kellett volna legyen, hanem Titanfall, ahogy mindig is eredetileg tervezte az Infinity Ward anno. És ez a Battlefieldnek nem tudom, hogy mi kellett volna, hogy őszinte legyek, de nem Battlefield második világháború kellett volna, hogy legyen. Lehet, hogy egy visszatérés a modern időkbe kellett volna legyen, lehet, hogy kis visszatérés a gyökerekhez, a jobb taktikussághoz kellett volna legyen. Legalábbis én arra vágytam volna. Lehet, hogy egy jobb szolgáltatás alapú játék kellett volna, hogy legyen. És hogy őszinte legyek, a második alfa, ami nemrégiben zajlott le, rettenet mód nem élveztem. És hogy miért nem élveztem? Azért, mert az első alfánál
elmondta minden pozitívat, amit el tudtam mondani a játékról, és elégedett voltam vele az irányba, ahova tart, az első alfánál. Úgy voltam vele, hogy oké, rendben van, de még sokat kell rajta dolgozni. Eltelt 2 hónap a második alfáig, és behozták, és így néztem, hát de ez ugyanaz. Ez tök ugyanaz. Jó, egy-két dolgon változtattatok, oda ne rohanjak, meg mindig tele volt orbitális hibákkal a játék, 2 hónap, és szinte ugyanazt az alfát kaptuk vissza játszani, és ides tova 2 hónap múlva jelenik, 2,5 hónap múlva megjelenik a játék. Mire számít csak 2,5 hónap múlva egy bétára, és 60 eurót adjak rá? Szóval a Battlefieldnek már itt a baja. Az EA és a DICE is úgy, ahogy van, elvesztette a játékos bázisának a hitel. Tehát elvesztették a hitelességüket, most már mind a két cég, legalábbis az én nevemben, de az EA végképp elvesztette a hitelességét, és a legjobb, egyik legjobb sorozatuk elindult lefelé a lejtőn. Következő évben, vagy 2 év múlva mindegy milyen Battlefield fog kijönni. Senkinek nem fog már kelleni. És a Battlefield amúgy sosem tudott meglépni egy olyan sikert, mint a COD, bár meg tudott lépni valamikor régen. Nekik még fejlődniük kellett volna, csúcson kellett volna lenni, hogy elérjék azt a milliós bázist, ami valamikor a COD-nak volt. És ennyi volt. Én úgy gondolom, hogy ennyi volt számukra. Valami istentelen nagy csapást kell nyomjanak. Valami nagyon jó játékot kell csináljanak innen 2 évre, egy évre, vagy mikor akarják a következő Battlefieldet hozni, hogy azt eladják a játékosoknak. És ugye a rossz marketing miatt, amit ennek a játéknak csináltak, az elsietett első trailer, és nagyon úgy gondolom, hogy az elsietett második trailer is, mert valahogy egyáltalán nem reprezentálják a trailerek magukat, ahogy játszik a játék, szóval két csoport fog itt csalódni. Az egyik csoport, aki azt hiszi, hogy egy taktikus játékot fog kapni, de látják a trailert, vagyis inkább úgy mondom, hogy az egyik csoport, aki arra számít, hogy egy taktikus játékot fog kapni, de látják a trailert, és azt mondják, jesszusom, ez szörnyű, ez egy Battlefield, egy copy, azok nem fogják megvenni a játékot, de valójában maga a játék fel tud emelkedni egy taktikus szintre. A következő csoport, aki mondjuk játszott az alfával, látják, hogy ez nem egy könnyű Battlefield, és tényleg kiemeli a skill szerepét a játékban, és csalódik, mert ők arra számítottak, ami a trailerben volt, nagy bim-bum csata és a többi. És így egyszerre vágtak le két fejet a vásárlóbázisban, a veterán játékosok egy jó részét, őszinte leszek veletek, már csak elfből vettem meg a játékot, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon remélem, hogy a többi pálya, hogy jobb lesz, mint ez a pálya, hogy a másik meg az, hogy kihoztak az alfában egy olyan pályát, egy olyan régióban, Svédországban, ahol persze volt másik világháború, és nem akarom az érdemeiket kicsinyíteni a svédeknek ebből a szempontból, mert elég fantasztikus dolgot vittek véghez, de Svédországban. Senki nem tud róla. Szóval tényleg volt egy tök jó felkelés és tök jó ellenállás, és visszaverték a németeket, de konkrétan erről a csatáról, ha nem vagy egy történész, vagy jártasabb a történelemben, szart se tudsz. Behoztak egy olyan pályát, ami így, ez nem tudsz mit csatolni a tudásbázisodból nagyon. Ráadásul teletűzdelték effektekkel, hogy szép legyen, és nagyon jó legyen, amit semmit nem látsz. És ez nagyban elveszi a kedvedet a gameplaytől. Az első alfában azt mondta, hogy oké, még alfa, hallgatnak a feedbackre, de itt volt a második alfa, és semmi nem változott ezen a téren. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, az idei évben újra a Call of Duty a győztes ebből a szempontból, amit sajnálok, hogy őszinte legyek, de már két nagy tata küzd. Két nagy tata küzd valami olyasmiért, ami számukra már nem létezik, mivel hogy itt a Rainbow Six Siege, itt egy Cségó, itt egy halom ingyenes játék, ami már jobban csinálja, amit csinál, és hamarosan,
ha minden jól megy, akkor napvilágot lát egy olyan játék, aminek az a címe, hogy World War 3, ami egy modern háború lesz, ilyen Battlefield szintű modern hadviselés lesz. Egy nagyon jó koncepcióra helyezve, még története is van, pedig csak multiplayer lesz, de maga a kasztok, ahogy össze lesznek állítva, ez egy tök jó, különleges és egyedi módszernek ígérkezik. Persze meglátjuk, mert egy kis stúdió fejleszti, szóval a lényeg, hogy ott alul a mélyben virágoznak a dolgok. Nem Battle Royale-t kellett volna hozni, hanem fejleszteni még 2 évet, és igazi egyedi ötleteket vinni abba a játékba, körülnézni azon a piacon, ahol a kis és tehetséges programozók ötletekkel állnak elő. Ezek azok a programozók, akik ezelőtt 5 évvel ültek a számítógép előtt, és végig játszották ezeket a játékokat, és új, friss ötletekkel tudnának előállni, de hol vannak ilyenkor a nagy cégek, miért nem figyelnek? Igazából miért nem veszik meg ezeket az ötleteket ezektől a fiatalabb programozóktól, akiknek amúgy kurva ötletek lenne, de nincs elég pénzük rá, hogy mindezt megvalósítsák. Szóval itt állunk, és szomorú vagyok egy bizonyos szempontból, mert ezek a játékok közel álltak a szívemhez mindig, ebben fejlődtem, ebben éreztem igazán jól magam, jónak magam, hogy őszinte legyek, és sokan végig is kísértetek ezen az úton, és együtt mentünk végig, a The Necro Army Battlefieldből indult ki, és amennyi Call of Duty videót csináltam annó, és Battlefield videót csináltam annó, és mostanra őszintén szólva nem tudnék változtatni a receptem, mert ránézek, és a két játék nem hogy jobb lett volna, hanem még romlott is azokhoz képest. Szóval ha még meg is próbálnék csinálni egy ilyen tutoriát, ahol az embereknek még segítenék egy skillre emelni egy szintet, nem igazán van rá szükség, mert nem igazán van szükség egy skillre, hogy játszál ezzel a játékkal. Leszámítva mostani Black Ops 4-et, ez egy érdekes dolognak tűnik, hogy őszinte legyek. Meglátjuk, srácok! Ha egyetértetek velem, dobjatok egy lájkot, iratkozzatok föl, Discord szerverünket megtaláljátok a videó leírásában, bárki csatlakozhat. Azt már mondtam, kérdések, válaszok itt videó komment szekciójában, vagy Facebookon, kinek hol tetszik. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!